Orbán Viktor ma a KDNP vezetőivel tárgyalt, a miniszterelnök szerint alpinista helyzet van, ketten lógnak a falon, és az egyik élete a másikén múlik, össze kell dolgozni, egymástól függ a túlélés és a siker. Semjén Zsolt szerint az elmúlt két évben alapvetően teljesültek azok az elvárásaik és reményeik, amelyeket a Fidesszel közös kormányzástól vártak. A kereszténydemokrata néppárt a családi adókedvezmény bővítését, a családok csődvédelmének bevezetését, a szociális adócsökkentés megvédését, valamint a rokkant ellátásból kikerültek egészségügyi állapotuknak megfelelő újrafoglalkoztathatóságának megteremtését kéri a kormánytól a ciklus hátralévő felében. Orbán Viktor miniszterelnök támogat hatónak nevezte a kisebbik kormányzó párt által megfogalmazott kéréseket. A stúdió vendége Harag Péter, a KDNP frakció vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm! Mit kellett újra tárgyalni ma? Miért volt szükség a mai találkozóra? Ez része annak a sorozatnak, amit a miniszterelnök a szövetségesekkel folytat. Az egyértelmű, hogy a KDNP és a Fidesz szövetsége egy bevált együttműködés, ezt folytatni kell. Eredményes is, és az is tény, hogy megvan mind a két pártnak, illetve mind a két frakciónak a sajátos arculata. Ezen belül a KDNP nyilván a szociális kérdések, a családügyek, a nemzetpolitikai kérdések, egyházi ügyeknek a területét kezeli, illetve mindazt, amit a kormányban az államtitkáraink felvállaltak. Ezek a prioritások egyébként terítékre kerültek a mai találkozón, tehát nyilván értékelték az elmúlt két évet, fogunk is mindjárt erről beszélni, de mondjuk ami a következő két évet, vagy hát másfél évet, hogyha ugye a következő választási ciklusig gondolkodunk, nézzük, mi az, amit a Fidesz vár a KDNP-től, elvi és gyakorlati szinten a támogatását kéri, és mi az, amit viszont prioritásként jelölt meg a kisebbi kormányzó párt, és ragaszkodik hozzá. Igen, hát nem is annyira az egymás iránti elvárások, mint a közös együttműködés az, ami mint cél megfogalmazódott. Hadd induljak ki abból, hogy a szociális kérdésekben a kormányzó pártok tettek egy nagy lépést a devizahitelesek megsegítésével, hiszen a legnagyobb probléma az eladósodása volt a családoknak is. Ehhez kapcsolódik a családi csődvédelem, ami egy következő lépés lehet. Ez a KDNP egyértelmű kezdeményezése, még a Gyurcsány kormány idején megtettük ezt. Aztán folytathatnánk tovább, és ami itt szóba került, az is talán ebbe a körbe tartozik. A családi adózás régi kérésünk, ami teljesült is. De mindig probléma volt, hogy az adóból történő leírás az esetleg nem minden családnál lehet teljes. Ki kellene ezt terjeszteni? Nem azzal persze, hogy odaadjuk a pénzt, amit éppen nem tud leírni, hanem hogy a leírás lehetőségét esetleg a járulékokra is kiterjesszük. Ez még kidolgozatlan, de a jövő egyik járható útja lehet. De mutatkozott erre hajlandóság a nagyobbik kormányzó párt részéről, tehát akár a családi adókedvezmény kiterjesztése, akár a csődvédelem bevezetés, a családi csődvédelem bevezetés, ugye korábban a magáncsőd volt az, amit önök szorgalmaztak. Pontosabban a magáncsődnek egy bővebb változata, hiszen itt nem a személyről, hanem a családról van szó, de lényegében ugyanazt jelenti. Mindkét kérdésben volt fogadókészség, és más kérdések is persze szóba kerültek. Nyilván ezeket részben kidolgozni kell, részben már benyújtott törvénytervezet formájában megvan, hiszen ebbe a családi csődvédelembe beletartozik valamiképpen az előre fizetős mérőórák kérdése. Ez látszólag egy technikai kérdés, de az Unióban is megfogalmazódott, előbb-utóbb kötelező lesz. Viszont egy fontos szempont, hogy a családok, akik tudnának gazdálkodni az objektív adottságok miatt, de esetleg mégsem képesek erre a krízishelyzetük és az állapotuk miatt, azokat éppen egy ilyen vagyongondok segítségével rásegítsük erre. Itt is hasonló eszközről van szó. Igen, erről ugye Pálfi Istvánnal beszélgettünk éppen a múlt hét folyamán részletesebben. Ez ugye, vagy ezek a jövőt érintő kérdések, amelyek még kidolgozásra várnak, de értékelték az elmúlt két év együttműködését is. Önök mindig hangsúlyozzák, hogy a Fidesz és a KDNP nem koalíciós szerződést, hanem szövetségi szerződést kötött. Tudjuk, hogy azért az elmúlt két év folyamán súrlódásokra is sor került a két kormányzó párt között. Ennek ellenére kijelenthető, hogy továbbra is töretlen ez a szövetségi együttműködés? A szándék határozott, az együttműködés egyértelműen sikeres.
hogy egy-egy megvalósításnál néha különböző vélemények jelennek meg, az a dolog természetéből adódik, mint ahogy elvi kérdésekben is itt-ott van különbség a két párt között. A KDNP egy világnézeti párt, a Fidesz egy sokszínű néppárt, ahol szociológiai értelemben is és bizonyos szempontból értékrend szempontjából is különböző emberek vannak. Természetes, hogy véleménykülönbség van, de ezt mindig megoldottuk. Az elmúlt két évnek melyek azok a lépései, amelyeket kifejezetten a KDNP eredményeként mutatnának fel? Tehát amihez valóban a KDNP eszmeiségét, arcát adták, és ezt a saját sikerüknek tudják be, el tudták érni. Minden egyes lépésnél benne voltunk, az alkotmányban például, de említhetném a különböző oktatási tárgyú törvényeket, hiszen az államtitkárasszony KDNP-s, a családi adózás. A legtöbb bírálatot, bocsasson meg, de éppen a köznevelési és a felsőoktatási törvény kapta, gyakorlatilag aztán egy ilyen rohamtempóban zajlott itt már az utóbbi hetekben. De hát csodálkozunk ezen, hiszen nagyon sok sérelmet él, gondoljon csak a felsőoktatásban érintettekre. Nagyon nagy változásokat kellett itt megvalósítani, hiszen régóta váratott magára, a körülmények is szükségessé tették ezeket a változásokat. Az értékközpontú iskola megteremtése is nagy változást jelent. Tehát érthető, hogy sok volt az ellenállás természetesen még a szövetségen belül is, de mindezt a többség, a józanész megoldotta. Sokan sokféle témakörben szavazógépként apostrofálták a KDNP-t. Mennyire tudták az elmúlt két év folyamán a saját arculatukat megmutatni, a saját akaratukat érvényesíteni? Mi a Fidesz-el szemben? Akár. Igen, hát sok esetben a szavazásnál is volt eltérés, de még több esetben előtte sikerült a különböző véleményeket összhangba hozni. Nagyon fontos az, hogy a szövetség működjön, ehhez az kell, hogy időben egyeztessünk, és persze az is kell, hogy legyen tartalom, és a tartalom egy részét azért mi adtuk. Egy napi aktualitásról is beszélünk mindenképpen, ez pedig az Alkotmánybíróság döntése a bírák nyugdíjazásával kapcsolatban. Ugye itt az Alkotmánybíróság mind tartalmi, mind formai szempontból kifogást emelt a törvény ellen. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy van az alkotmány, van a bíróságokra szóló törvény, és van egy nyugdíjról szóló törvény, és a három között nincs összhang, ezt kell megteremteni. Az Alkotmánybíróságnak ebben igaza van. Ez volt ugye a formai kifogás. Tartalmi kifogás talán legegyszerűbben úgy foglalható össze, hogy a bíráknak nem volt idejük erre felkészülni. Önöknek mennyi idejük lesz arra, hogy módosítják a törvényt? Egyáltalán fogják-e módosítani és újra benyújtani? Én nagyon remélem, hogy emiatt nem kell nyáron ülésezni újból a parlamentnek, tehát ez ősszel fog megtörténni, és amit a miniszterelnök úr elmondott, és amit ön is most hozzátett, azon túl sokat már nem lehet mondani. Egy elvi szempont van, mindenkire érvényes az, hogy egy egységes nyugdíjrendszer legyen. Természetesen, hogy a nem említették itt, mert nem szerepel ebben az alkotmánybírósági döntésben, mondjuk a kórházigazgatóknak a nyugdíjkorhatára, ezeket a sérelmeket orvosolni kell, és az egységes törvényt megalkotni, de a három közül egyértelmű, hogy az alkotmányhoz kell alkalmazkodni. De például nem lehetett volna ezeket a most felmerülő problémákat kiküszöbölni, hogyha már a kórházigazgató kérdését vagy problémáját fölhozta. Ugye ők most azt mondják, hogy na de a pályázatokat korábban kiírták, azt a kinevezett kórházigazgatók elnyerték. Most akkor majd újra elveszik tőlük gyakorlatilag a pozíciót? Ki fogja ezeket a posztokat ilyen rövid idő alatt betölteni? Tehát át volt ez rendesen gondolva? Nézd, kétségtelen a tempó nagy, de én nem tudok most olyan kórházigazgatóról, aki 62 éves elmúlt volna, tehát olyan győztest nem tudunk említeni. Nézd, más oldalról is megközelíthetjük a kérdést, hiszen ha azt mondja egy fegyveres testület tagja, hogy ő miért nem mehet nyugdíjba 41 néhány évesen, akkor a kérdésnek egy másik oldalát vetettük fel, tehát valamiféle általánosításra szükség van. Ez nem csak egyébként a kórházigazgatókra, hanem az orvosokra is vonatkozik. Ugye éppen Szócska Miklós államtitkár úr vetette fel azt a problémát, hogy nem tudják az orvosokat pótolni. Tehát ezt a kérdést nem fogják tudni megoldani, és ugyanez a probléma merül fel a pedagógusok esetében is. Az orvosok és a pedagógusok között jelentős különbség van. A
orvostársadalom valóban működésképtelen lenne egy ilyen nyugdíjazásnál, én is azt mondom, és nem lehet ezt megvalósítani általában. A pedagógusoknál más a helyzet, hiszen ha megnézzük a pedagógus létszámot, ami hosszú évtizedekkel ezelőtt volt, hány gyereket tanítottak és most hány gyereket tanítanak, akkor azt kell mondanunk, hogy a nyugdíjazással a szakmából kiesőket, ha nem pótolják, akkor az arányok helyreállnak, tehát ott egészen más a helyzet. Pedagógus soknál nincs munkaerő hiány, az orvosoknál van. Egyetlen egy dologról beszélünk még a végén, ez pedig a kormány néhány hónappal korábbi strukturális átalakítását érinti. Ugye Szászfalvi László egyházügyi államtitkárt Hölvényi György követte. Mintha nem lenne teljesen tisztázott, hogy ő most a KDNP vagy a Fidesz jelöltje volt, és hogyha a Fidesz jelöltje, akkor kap-e ezért a KDNP kompenzációt? Erről volt az. Hölvényi György mindig a KDNP-nek a tagja volt. A néppártnál dolgozott, de mint hát a KDNP által oda delegált, bár nem politikai szerepet játszó munkatárs volt, de ő mindig a KDNP-hez kötődött. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.